ez az ötödik ökumenikus diák filmszemle volt, ezt Vesteny József piarista tanára Budapesten kezdte el. Először katolikus iskoláknak írta ki ezt a filmszemlét, mert látta azt, hogy a fiatalokat érdekli a film, a média világa, és ezen keresztül is lehetne a fiataloknak a gondolkodását, a világ nézetét tényleg vizsgálni, ezen keresztül őket megismerni jobban, illetve ők is a világot, és ő értékesnek vélte ezt a megközelítését a dolognak. Később a történelmi egyházak is kapcsolódhattak a versenyhez, illetve a középiskolák mellett az általános iskolák is. Az idei kiírásra 63 film érkezett be 32 intézményből, az indulók két témában pályázhattak. Volt a szabadon választott és a szülőföld, aminél az alkotásnak e köré a téma köré kellett épülnie. Dénes Kornél az utóbbit választotta. Felkészítő tanára Videi Ibolya elismerően beszélt Kornél tehetségéről, látásmódjáról. Miután elkezdte a média tanulmányait, illetve a média fakultációt is, utána derült ez ki róla igazából, hogy ez is nagyon-nagyon érdekli. Úgyhogy kiválóan kommunikál a filmekről, nagyon jól választ filmeket, és mint ez jól látható, a kreativitása a filmkészítésben is nagyon jól megmutatkozott már. Kornélnak ez volt az első nagyobb projektje, amely a Homeland címet kapta. Az alkotásban a hazatérés nem csak fizikai, hanem lelki útját is próbálta bemutatni. Ezért választotta a téli tájat, amit próbált olyan képekkel, beállításokkal tarkítani, amik még jobban visszaadják ennek az állapotnak az érzését. A zene kiválasztására is nagy hangsúlyt fektetett. Szeretek úgy zenét választani, hogy egy adott filmnek választom ki a zenét, így az, aminek tudom, hogy az a témája, amit mondjuk én is át szeretnék adni, mert így sokkal könnyebb a zenei aláfestés, a megfelelő zenei aláfestés, mivel jelenleg az egyik legfontosabb eszköznek a zenét tartom a filmjeimben, amíg jelenleg ebben az amatőr státuszban rendezek. A forgatás nagyjából egy hetet vett igénybe, a 40 percnyi anyagból vágta össze végül a megközelítőleg 4 percig tartó rövid filmet. Az alkotásnak a zsűri végül a harmadik helyezést ítélte oda, illetve átvehette a Keresztény Élet portál külön díját. Dénes Kornéllal készült hosszabb interjúnkat az Objektív augusztusi adásában láthatják.